Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözőn alapzaja közepette, igazán oda kellene figyelnünk. Sokáig Kádár kifejezetten azt emlegeti, hogy ő maradni akar, és van közöttük egy olyan beszélgetés, amikor Grósz összeszedi minden bátorságát, ezt későbbi oráhisztori életút interjúban elmeséli Grósz Károly, hogy remegett, pedig Grósz nem volt egy gyáva figura, de hogy dobogott a szíve, remegett, de összeszedte a bátorságát, és ezen a bizonyos beszélgetésen megmondta Kádárnak, hogy váltásra van szükség a főtitkári poszton. Személy szerint én egyébként részben elhiszem Grósznak, hogy nem magára gondolt föltétlenül. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy Kádár elvtárs, akkor jönnék én. Hanem fölvázolta azt a fajta elképzelést Grósz, hogy Kádár legyen egyfajta tiszteletbeli elnök. Ezért is lett majd a későbbiekben ő a pártelnök. Van úgy, hogy a hatalom megdönthetetlennek tűnik. Aztán egyszer csak, szinte napok leforgása alatt hűlt helye az addig első számú vezetőnek. Hogyan indul el a változás? Egyáltalán hoz-e változást a hatalomváltás? Ezekről a kérdésekről hívtam beszélgetni Megyesi Konstantin történészt, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusát és a Szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos munkatársát, akinek tavaly jelent meg Apagyilkosság című könyve egy szinte elfeledett hatalomváltásról, a Kádár-Grósz cseréről. Nem tartjuk számon ezt az évfordulót, azt a 35 évvel ezelőtti napot, amikor 1988. május 22-én bejelentették Kádár János távozását a párt főtitkári posztról. De az egyik legmélyebb társadalmi nyomot hagyó történelmi személyiség bukásáról érdemes beszélgetnünk. Hát, ha tanulhatunk belőle valamit. Üdvözlöm a stúdióban, Megyesi Konstantin, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. És ahogy ez a bevezetésben is elhangzott, a könyvet kapcsán beszélgetnénk arról, hogy mi történt 35 éve Magyarországon. Kádár János az egyik legmeghatározóbb történelmi személyiség, bármit is gondoljunk róla, vagy erről a tényről. És ugye gyakran mondják azt, hogy mennyire történelmietlen azt a kérdést föltenni, hogy mi lett volna, ha. De én mindig arra gondolok, hogy ez azért arról szól, hogy volt egy konkrét döntési helyzet egy történelmi szituációban, és azok az emberek, akiket mi történelmi alakként tartunk számon, hát ők húsvér emberek voltak. Nekik döntést kellett hozniuk egy adott helyzetben, választhatták az A vagy a B verziót, és hoztak valamilyen döntést különböző megfontolások alapján, vagy különböző nyomásgyakorlásoknak a hatására. Ezért merem fölteni neked azt a kérdést kezdetként, hogy lehetette volna 88 májusában olyan kimenetele ennek a bizonyos pártértekezletnek, hogy Kádár a helyén marad, hiszen az ő célja az volt, hogy 1990-ig kitöltse ezt az utolsó főtitkári mandátumot. Asztalon volt ez a lehetőség, vagy mi kellett volna, hogy történjen ahhoz, hogy ő a helyén maradhasson? Jó magam, szeretem ezeket az ilyen típusú töprengéseket. Szokták ezt mondani, hogy a történész az legyen szigorú, a tények, a források, és nem lehet elkalandozni, hogy mi lett volna, ha. Mert ugye ilyet is szoktak mondani, hogy ha túl sok a ha, akkor az már ha-ha-ha. Persze, hát én ezért egy ilyen megengedőbb történész vagyok, sőt azt tapasztalom, hogy a tudományos gondolkodásban is egyre inkább jelen van az, hogy érdemes elgondolkodni különböző verziókon. Mert hogy magát a helyzetet analizáljátok. A helyzetet könnyebben megértjük, tehát magát a történelmi szituációt könnyebben megértjük, hogyha azzal tudunk számolni, mi történhetett volna még. Hiszen ahogy említetted, húsvér emberek döntenek. És lehet, hogy adott esetben egy döntés megváltoztat egy koncepciót. Kádár János esetén valóban ez van, amit említettél, hogy ő 1990-ig hivatalban akart maradni. Nagyon-nagyon hosszú ideig úgy tűnt, hogy ez az elképzelése. 88 tavaszán még kifejezetten ezt szerette volna. Volt 2-3 tényező, ami nyilvánvalóan ezt felülírta. Tehát Kádár János személyesen maradni akart.
egyrészt öregedett, nem érezte már a változásokat, nem érezte a kontextust, hogy itt milyen típusú változások zajlanak. Közben ő azt hiszem, hogy híres volt arról, hogy ráérzett társadalmi hangulatokra, majd talán erről is beszéljünk, hogy mégis mi alapján lehetett ráérezni, talán nem voltak szervezett közvéleménykutatások még, amelyek a főtitkári asztalra kerültek, de hát ez a politikai érzék talán, amiről beszélhetünk. Kádár egy politika animál volt, a 20. század egyik legtehetségesebb ilyen típusú figurája, aki tényleg ráérzett jelenségekre, de 1987 után ez már megkopott, ezért volt ez, hogy ennyire naívan állt hozzá, hogy 1990-ig. Az egyik tényező, ami hát ezt felülírta, a szovjet politika. Gorbacsov tisztelte Kádárt, tehát valamilyen szinten, ha lehet mondani, akkor ő egy szovjet kádárista volt, tehát kifejezetten figyelt a kádári Magyarországnak a politikai, gazdasági teljesítményére, és a saját maga modelljébe megpróbálta beilleszteni ezeket az elemeket. De hát Gorbacsov is látta, hogy Kádár öregszik. Tehát egyszerűen biológiai kérdésekről volt szó. Ugye az első találkozásuk is 1985-ben már erről szól, hogy Kádár János öregszik, és Gorbacsov udvariasan, de lényegben folyamatosan ösztökéli, hogy meg kell találni az utódot. Ami ugye tényleg azért meglepő csak, mert hát végül is Kádárnak, Gorbacsovnak Kádár lehetett talán a legközelebbi szövetségese ebben a szovjet blokknak, ebben a szovjet blokkban, tehát ezen gondolkodtam, amikor ezt olvastam tőled is, hogy végül is miért pont Kádárt noszogatta, hogy távozzon a főtitkári pozícióból, talán azért, mert azt gondolta, hogy Magyarországon lehet egy még reformistább szövetségesre szert tenni? Én azt sejtem, de ez tényleg csak az én saját személyes nézőpontom, vagy gondolatom, hogy tényleg pusztán az öregedés. Tehát nem politikai okai voltak ennek, hanem látta, hogy ez az ember megöregedett. Ami hát nem véletlen, hát 70 fölött volt Kádár János. Tehát a történelemben ezek is tényezők, hogy egy másik ember észreveszi, hogy öregszik az illető, akivel korábban kalkulált, meg aki tényleg tisztelt. Tényleg egészen döbbenetes jelenségeket tud ez generálni, hogy változunk, öregszünk, megváltozunk. Tehát nyilván meghatározó a nemzetközi környezet, és abban a szovjet politika, de ez úgy volt elképzelve, hogy a szovjet vezetés már rá is mutatott egy konkrét személyre, vagy egy garnitúrára, hogy kinek kéne Kádár után jönnie. Tehát ilyenkor mennyire nyílt végül ez a beleszólás? Szerintem ez egy finom szövet. Tehát a Gorbacsov részéről volt egy ilyen szándék, de ez nem egy pucs hozzáállás, nem egy bántó szándék, hanem szerintem kifejezetten egy picit úgy, mintha a saját apjának a dolgait intézte volna. Most nem akarok egy újabb apa metaforát behozni Gorbacsov és Kádár között, de szerintem inkább ez volt benne. Tehát nem kifejezetten geopolitikai jellegű volt ez a hozzáállása, és nem is volt durva. Tehát folyamatosan emlegette. 88 tavaszán ugye kétszer itt van Kruskov, a KGB-nek a vezetője, aki hát egyrészt a KGB vezetőjeként nyilván mindent tud, másrészt meg tud magyarul, hiszen Kruskov itt volt diplomata Magyarországon az 50-es években, tehát helyi ismerete is van, érdekli is Magyarország, nyelvismerete is van, úgyhogy ő itt egy kulcsfigura. És hát a párt értekezett előtt néhány nappal Kruskov világosan teszi, hogy valóban távozni kellene. Ez a szovjet vonal, de van azért a grósz vonal, közöttük van egy komoly egyeztetés, sokfordulós egyeztetés. Grósz Károly ekkor már közel egy éve a minisztertanács elnöke. Igen, 87 nyarán lesz miniszterelnök. Lényegében Kádár utolsó önálló döntése, hogy 87 tavaszán meghoz ezt a döntést, és 87 nyarán Grósz Károly lesz a miniszterelnök. A szovjetek is ugye megismerik Grószt, és elfogadják. Tehát ugye vannak olyan dokumentumok, amelyek arra utalnak, hogy valóban Grósz a szovjetek embere ilyen értelemben, ha bár Grósz nem tud oroszul, tehát ez a kapcsolat ez ilyen értelemben áttétes, közvetett jellegű, ha bár Kruskovval személyesen is tudnak beszélni, mert Kruskov tud magyarul. És van egy, tehát sokáig Kádár kifejezetten azt emlegeti, hogy ő maradni akar, és van közöttük egy olyan beszélgetés, amikor Grósz összeszedi minden bátorságát, ezt későbbi oralhisztori életútinterjúban elmeséli Grósz Károly,
hogy remegett, pedig Rose nem volt egy gyáva figura, de hogy dobogott a szívvel, remegett, de összeszedte a bátorságát, és ezen a bizonyos beszélgetésen megmondta Kádárnak, hogy váltásra van szükség a főtitkári poszton. Személy szerint én egyébként részben elhiszem Grósznak, hogy nem magára gondolt feltétlenül. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy Kádár elvtárs, akkor jönnék én. Hanem fölvázolta azt a fajta elképzelést Grósz, hogy Kádár legyen egyfajta tiszteletbeli elnök. Ezért is lett majd a későbbiekben ő a pártelnök, de ez egy funkció nélküli. Ami egyébként fölmerült a 87-es ilyen hatalmi átrendezés közepette is, én olvastam a központi bizottság jegyzőkönyveit, igen, talán a te könyved, igen, hatására is, de mások is, Rib Zoltán is utal, igen, erre, igen, és ott tulajdonképpen egész különleges bátorságról tesz tanúbizonyságot Fok Jenő, korábbi miniszterelnök, aki hát azt mondja, hogy Kádár elvtárs menjen el az elnöki tanács elnökének, Nyers Rezső is azt mondja, hogy jó, hát kereszteljük át az elnöki tanács elnökségét köztársasági elnöknek, de hát lényegében azt mondják neki, hogy ő távozzon, és egy ilyen díszpozícióba menjen el, és ez még 87 júniusa, és igen, tulajdonképpen akkor, mint hogyha ez a verzió valósulna meg kevesebb, mint egy évvel később. Igen, tehát ez is ilyen szempontból is érdekes a történelem, hogy amikor egy gondolat felmerül, akkor utána az valamikor, ha az erős gondolat, az robbanni fog. Tehát mint a színpadra, hogyha fölkel egy fegyver, ugye azt szokták ugye mondani, akkor az a pisztoly elsül. Tehát maga a tény, hogy ez kimondódott egy hivatalos közegben, ez tulajdonképpen tétté tette ezt az ügyet. Így van, tematizálta. Tehát Fok Jenő bátor, mondjuk Fok mindig is egy bátor figura volt, aki ezt megmerte fogalmazni, ezt a gondolatot, akkor ez tényleg újdonság volt. Tehát 87 nyarán Kádár még viszonylag jó állapotban van, tehát akkor még, nem azt mondja, az ereje teljével lévő Kádár, mert nem, de azért akkor még, ahogy jó magam is olvastam a különböző jegyzőkönyveket, meg meghallgattam a politikai bizottság üléseit, akkor még Kádár 87 tavaszán nyarán kifejezetten képes tanácsközásokat levezetni, és ehhez képest, amikor Fok Jenő előáll ezzel az állásponttal, kisebbségben marad lényében lesöprig, de ott van a gondolat, már ott van az asztalon. Majd a későbbiekben ugye Földes György fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy szükség van egy pártértekezletre. És ezt is lesöprik egy ideig. Ő akkor ugye egy történész. Tehát egy remek történész. Valójában ugye a könyvedben is írod ezt az epizódot, az benne az igazán érdekes, hogy hát egy jó történész, nyilván nagyon fiatal történész, akkor Földes György ír egy levelet a pártvezetésnek, hogy hát nem kéne megvárni a 90-ben esedékes pártkongresszust, kéne tartani egy pártértekezletet, és az benne az igazán furcsa, hogy ezzel elkezdenek foglalkozni. Tehát nem csak iktatják a levelet és beteszik az archívumba, hanem még választ is kap rá. Igen. Lesöprik, de amit említettél, ez a kulcs momentum, hogy foglalkoznak vele. És hiába söprik le, ez a gondolat is ott van az asztalon. Ez a fegyver is ott van a színpadon. És hát 87 őszén egyre többen mondják. Egyre szélesebb körben merül ez föl, és lényegében 87 végére Kádár már nem tud kitérni. És utána 88 elején megszületik a döntés, hogy legyen párt értekezlet, de Kádár még ekkor sem kalkulál azzal, hogy ez az ő pozícióját érinteni. Milyen tervvel megy neki ennek az eseménynek? Tavasszal még úgy megy neki, hogy ott főtitkár marad, és 90-ig viszi. Magára párt értekezletre már úgy megy természetesen, hiszen túl van a Grósszal való tárgyaláson, amikor Grósz felvetette neki, hogy szükség lenne egy változásra, akkor egyébként konkrétan azt mondja neki Kádár, hogy hát ezen még kicsit gondolkodni kell, és hogy megbeszéli Mária nénivel, a feleségével, és utána több megbeszélés van még közöttük, de a következő megbeszélésen Kádár azt jelzi, hogy rendben van. Nem tetszik neki ez a díszpozíció, tehát egy picit önérzeteskedik, de elfogadja, meg hát főleg amikor Kruscsov részéről is megjön ez a fajta kedves ösztökélés, de határozott formában, akkor május 17-e környékén nyilvánvaló, hogy ilyen értelemben távoznia ez kell. Ez három nappal a igen, tehát amikor megérkezik Kádár János a pártértekezletre, akkor a nyilvánosság természetesen még nem tudja, de Kádár is tudja, meg a szűk stáb, meg Rószék természetesen tudja.
tudják, hogy itt ilyen típusú változások lesznek. Hát ugye az, ami kicsit ilyen mókás elem, hogy olyan szinten a szovjetek tudják, hogy változás lesz, hogy Grósz Károlyt még hivatalosan a pártértekezet nem választja meg főtitkárnak, de az onnan néhány száz méterre lévő szovjet nagykövetségen már Gorbacsovnak a gratuláló távirata az ott van, tehát a szovjetek azért biztosra mentek, hát ők tudták, hogy mi fog történni. Majd beszélünk még arról, hogy milyen mértékű volt ez a hatalmi átrendeződés, de említetted, hogy Kádár János 87-ben még képes volt vezetni az üléseket, politikai döntéseket hozni, de már nem volt ereje teljében. Meddig volt ereje teljében? Szerintem 1985. Tehát 85 az, amikor még azt lehet mondani, hogy erős. Fizikailag már egyre több probléma van. Jó magam megnéztem Kádár Jánosnak az asztali naptárait, amik nagyon érdekes források. Tehát nagyon keveset tudunk belőle, de például a Krücskov látogatásnak az időpontját is például onnan is lehet azonosítani, illetve olyan szempontból is tanulságos forrást jelentenek. Hogy rengeteg napra nincs beírva semmi, gondolom. Hogy rengeteg napra talán nincs beírva semmi, tehát hogy hosszú szabadságokat vett ki. Úgy van. Tehát mondjuk a szabadságokat is pontosan, tehát Kádár elvárta saját magától, és maga titkárságától. Nincs nagyon sok napközbeni program sem ezek szerint. Egyre kevesebb program van, egyre több az orvos, és hát tényleg a szabadság. Tehát beírják pontosan a szabadság időpontot, de nagyon sokat van szabadságon. Ezek utalnak arra. Tehát a 60-as, 70-es években is egyébként látszik, hogy Kádár fegyelmezett, meg figyel magára, eljár orvoshoz. És ez dokumentálva van ezekben a forrásokban, de hát a 80-as évek első felében ez tényleg ez majd, hogy nem mindent elsőprővé válik, tehát ha az egészet kiszámítjuk, akkor lényegében 3-4 hónapot lényegében távol van. Később kezdi el a munkát, tehát 10-11 előtt nem is ér be, jó, és jóval kevesebb programja van, tehát amit említettél, hogy a hivatalos programok száma is csökkent. Tehát ezekből látszik, tehát egy naptár, de mégis ilyen szempontból tanúskodik Kádár Jánosnak az életéről, és ez a gyengülés, ez a 80-as években egyértelmű, 85-től pedig felgyorsul. Csehák Judit, aki ugye orvos végzettségű, és 87-ben kerül be a politikai bizottságba, ő orvosként is látta ezt a folyamatot. Ugye már 84-től kormánytag, tehát ott van a legfelső igen, politikai tehát viszonylag vezetésben. Közelről láthatja Kádár, de politikai bizottsági tagként pedig közvetlen közelről látja ezt az egész folyamatot, ahogy Kádár János gyengül, úgyhogy ő orvosként ezt így végig tudta követni. És erről ő beszélt is, úgyhogy ezt tudjuk rajta keresztül. Nyilván nehéz exakt választ adni arra, hogy mennyire függ össze a politikai képesség erejének a gyengülése, meg a fizikai gyengülés. De idézette is, azt hiszem, Acél Győrnek azt a véleményét, hogyha ez is egy mi lett volna, ha választást, igazi választást tartottak volna Magyarországon, akkor Kádár János azt megnyerte volna a 80-as évek elején, és hogy a 80-as évek közepén már nem ez a vélekedés áll fönn. Mi történik itt? Szóval hogyan veszti el ezt a fajta érzékét, illetve az események fölötti kontrollt Kádár, aki hát azért 30 évig mégiscsak ennek az országnak a megkérdőjelezhetetlen vezetője volt. Hol csúszik ki a kezéből az események irányítása? Mondtad ezt a 85-ös dátumot, hogy akkor van egy pártkongresszus, ahol elég vészterhes határozatokat hoznak arról, hogy mit kéne a gazdasággal csinálni, és sajnos meg is csinálják. Ezt mondjuk közgazdászok egy ilyen fordulópontként szokták említeni, de lehet, hogy a politikai naptár egy kicsit máshogyan néz ki. Alapvetően a 70-es évek ilyen szempontból a kezdő időpont a gazdasági problémák. Tehát nem kérdés, hogy a világgazdasági problémák, az olajárobbanás, az begyűrűzött, ugye erről közgazdászok, gazdaságtörténészek sokat szoktak beszélni, és ezt elemzik. Próbálkoztak. Kádárék próbálkoztak, de nem sikerült. És a 70-es évek végén, ugye amikor rákényszerül a Kádárféle kormányzat, a Lázár kormány rákényszerül arra, hogy árat emeljen, egyértelművé válik az emberek számára, hogy a jólét csökken. Azt hiszem 79-ben van igen. Az első nagy áremelés. Igen, tehát az egy óriási sok a társadalomnak, meg a politikának is, meg Kádár Jánosnak magának is. 56, 57, 58 környékén azért hát nyilvánvaló, hogy Kádárnak rendkívül csúnya szerepe van. De azt gondolom, mivel éppen abból fakadóan, hogy húsvér ember volt, ezért ő ezzel tisztában volt, hogy ez egy borzasztó dolog, hogy embereket kell kivégeztetni, meg ez a fajta megtorlás. De az volt benne kezdettől fogva, hogy
jóléti fordulatot akart elérni. És amikor azt tapasztalja, hogy nem megy, sőt visszafele fordul az egész, akkor azt gondolom, hogy valami drámai ott kezdődik. És ugye akkor egy darabig még egy megszorítóbb gazdaságpolitikával próbálkoznak, IMF felvétel, és 85 ugye azért is hát problémás, mert Kádár nem érzi meg azt, hogy még nem jött el annak az ideje, hogy megint jóléti intézkedéseket lehessen hozni, de ő annyira akarja. Csak ő annyira... azt érzi, hogy most 5-6 éve megszorítás van, igen. Ez nem meheti, politikailag ez így nem mehet tovább, mást kell tenni, csak ehhez meg semmilyen adottság. Igen, közben öregszik, meg azt látja, hogy akkor ha 5-6 évig már ez a megszorítás zajlott, akkor hát, ha van gazdasági mozgástér, és az lényegében elengedik a gazdaságot. Azt egyébként miből lehetett tudni, hogy milyen a társadalmi hangulat? Amikor készültem erre a beszélgetésre, olvastam például a 88-as újságokat is, és meglepetéssel láttam, hogy a Népszabadság az úgy tudósítja végig a 88-as pártkongresszus, hogy közvélemény kutatásokat közöl arról, én nem tudom, ezek mennyire voltak megalapozottak, de maga a műfaj megökkentő volt, hogy az utca embere hogyan fogadja azt, hogy éppen milyen döntéseket hoznak, vagy milyen beszédeket tartanak a pártkongresszuson. Befeléjük mértek, vagy a klasszikus hangulatjelentésekkel operál? A hangulatjelentések is, de egy idő után azért belátták azt, hogy ez nem annyira komoly. Történészként is azt mondom, hogy igenis azért figyelembe kell venni a hangulatjelentéseket is, tehát bír forráserővel, tehát lehet hallani a hangokat. Tehát kihallott belőle azt, hogy igen. Aki írta, az minek akart megfelelni, talán erre is jó. Arra is jó, meg bizonyos, a közhangulat szempontjából bizonyos jelenségek azért átszűrődnek. Tehát a 70-es évekbeli agitációs propaganda osztály által generált ilyen hangulatjelentéseknél érződik az államadóság, mint probléma, meg hát a jóléti problémák is. Tehát igenis valamit lehet, de ez azért nem elég megfogható. Voltak profi közvéleménykutatások, ugye a Tömegkommunikációs Kutatóintézetnek a szakemberei szerintem professzionális munkát végeztek akkor is, csak akkor nyilvánvaló, hogy még nem a nyilvánosság számára, meg nem piaci alapon zajlott ez, de fontos jelzések már akkoriban is azért voltak. És túl azon, hogy a Tömegkommunikációs Kutatóintézet önmagában megérne egy beszélgetést, mert amennyire én tudom, az egy ilyen ellenzéki fészek volt. Igen. Sok ellenzéki gondolkodás hogyne. Ember volt alkalmazásban, hogyne. Sőt ellenzékiek bejártak tulajdonképpen hát félig legálisan telefonálni, fénymásolni, ügyeket igen. Intézni, tehát nagyon érdekes lehetett, hogy ott vannak ezek az érzékeny adatok, és közben kibejárkálnak a nagyon sajátos világ volt az a 80-as évek ilyen szempontból, és a Tömegkommunikációs Kutatóintézet kifejezetten egy olyan téma, amit jó lenne, ha valamikor valaki feldolgozna. Hogyan képzelte Kádár ezt az utódlási folyamatot? Én igazából nem tudom, hogy azok az utódjelöltek, akikről valamennyire tudott az akkori közvélemény, vagy találgatás szinten megjelent a nevük, azok mennyire voltak Kádár elképzeléseibe illeszkedő emberek, vagy egyszerűen csak találgatások voltak. Szóval volt-e az ő fejében egy forgatókönyv, castingolta embereket, hogy mégis ki jöhetne utána egyáltalán, milyen típusú emberekben gondolkodhatott. Erről bizonyítékunk nincs. Mert hogy tehát, nincs naplója, a személyes feljegyzései. Ilyen típusú dokumentumunk nincs. Nagyon fontos forrás Grossznak a visszaemlékezése, de nyilván az egy visszaemlékezés, egy szubjektív visszaemlékezés. Sok különböző szöveget néztem, és természetesen nem Grossz Károlyt akarom védeni, de ezekben a visszaemlékező interjúiban szerintem relatíve viszonylag hiteles. Tehát úgy szoktam ezt mondani, hogy nem szoktam hazugságon fogni. Tehát nem lehet így elkapni ilyen szempontból, hogy direkten. Mert hogy egy másik forrásból vissza tudod ellenőrizni igen. Azt, amit ő elmondott igen. Mondjuk egy életút interjúban. Igen. Igen, tehát vannak ilyen típusú lehetőségek. Eleve Grossz nem volt a politikában sem egy olyan típusú karakter, akiről folyamatosan azt lehetett érezni, hogy hamis kártyás. Tehát ha ő azt mondta, hogy fekete, akkor fekete. Ha fehér, fehér. Tehát éppen ebből fakadóan én a visszaemlékezését viszonylag hitelesnek tekintem. Persze, ott is vannak azért természetesen kis szubjektív elfelítések. Tehát ami forrásunk van, az Grossz visszaemlékezése. Kádár fejével nem tudunk gondolkodni. Ugye nagyon sok találgatás van, ugye a 70-es évektől kezdve, hogy Komócsi lehetett volna az utóda. Már a 70-es évek elején, igen, első felében. Igen, már akkor, vagy a későbbiekben ugye Maróti László, de felmerült ugye Berecz János neve is, Havasi
Ferencnek a neve, ezek lényegében találgatások. Nagyon sok információ összeér, és valószínűsített, hogy például a Mária néni Kádár Jánosnak a felesége Maróti László tényleg kedvelte. De ez még önmagában nem jelenti azt, hogy Kádár János abban gondolkodott volna, hogy Maróti László legyen az utóda, sőt, Grósz visszaemlékezése és Acél György visszaemlékező interjú is arról szól, hogy nem. Tehát, hogy komolyan egyébként Kádár soha nem gondolkodott Maróti Lászlóban. Tehát, hogy mi volt Kádár fejében, ezt nem tudjuk, sejtéseink lehetnek, és a Grósz visszaemlékezések ilyen szempontból is lényegesek. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos esemény történt 1981 nyarán, amikor Kádár János lement úgymond Miskolcra, és meglátogatta Grósz Károlyt, aki akkor a Borsod megyei párbizottságnak az első titkára. Nem csak úgy elment, hanem hogy ez egy hivatalos megye látogatás volt nagyon, a nagyon, 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 nagyon pontos protokoll alapján azt gondolom, hogy a kádárizmus egyik utolsó nagy tömegdemonstrációja volt ez. Háromnapos látogatás, azért is jelentős ez, mert Kádár, megint csak az öregedés, akkor már nem szeretett máshol aludni. Ott alvos látogatásokat nem szívesen. Ott alvos buli az már nagyon ritkán volt, viszont Miskolcra úgy ment le, hogy ott töltött két éjszakát. És az egyik éjszakát azt arra használta, az egyik estét arra használta, hogy Grósszal beszélgetett. Sétálgattak a Grósz ház környékén, ott voltak persze a biztonsági őrök, de ez a két ember ott beszélgetett, és Grósz elmondás alapján ott olyan típusú információkat osztott meg vele, amelyeket korábban soha, és nem is feltételezte, hogy Kádár János valaha is ilyen típusú információkat elmond neki, konkrétan a legbelsőbb szűk körről, a politikai bizottság működéséről. És hát, ha szimbolikus időpontot kell mondani, akkor azt hiszem, hogy Grószban 1981 nyarától kezdett el számolni Kádár, tehát akkortól volt az, hogy figyelte. És ez a látogatás azért is jelentős, ugye háromnapos, másrészt pedig Miskolcon óriási tömeg fogadta Kádárt. Grósz agitropos volt, tehát tudta, hogy ezt hogy kell csinálni, és mint megyei első titkár kiemelten fontosnak tartott, hogy ennek az eseménynek jól kell sikerülnie, és egyrészt tényleg nagyon keményen rászerveztek, azért tudjuk azt, hogy amikor a kommunista diktatúra agitroposai rászerveznek, akkor az ott úgy nagyjából rendben van, és ott lesznek emberek, és ott fegyelem van. Másrészt, ugye megint csak ezt nehéz persze feldolgozni, de minden szubjektív visszaemlékezés arról szól, hogy volt egy spontán része is. Tehát az 81-ben még népszerű Kádár János. És a jó szervezettség, meg a spontán valamiféle lelkesedés, az együtt azt eredményezte, hogy hatalmas ünneplő tömeg fogadja Kádár Jánost. Ezért is mondom, hogy a kádárizmus utolsó nagy ünnepe szerintem, hiszen ilyen típusú spontán ünneplést Kádár János az életében többet nem kapott. Amikor meghalt, és a temetése volt, akkor igen. Az megint egy nagyon furcsa jelenség volt, amikor tömegek zarándokoltak el Kádár János temetésére. Miskolcon ezt a fajta, mondom, furcsa, de mégis relatíve spontán ünneplést ezt megkapta. És én azt gondolom, hogy Kádár fejébe ez is valahogy úgy összeért, hogy pont Miskolcon kapja ezt meg. Biztos volt benne, hogy Grószék rászerveznek, de mégis kapott ott valamiféle olyan energiát, ami neki politikusként szerintem fontos tehát volt. Azt gondolta, nem csak a beosztottjának a profizmusa nyűgözte le, hogy tud egy ilyet csinálni, hanem hogy személyesen is jól esett neki, hogy egy ilyen esemény szervezte köréje. Igen, azt lehet sejteni, mert a különböző visszaemlékezések meg fotók is arról szólnak, hogy tényleg volt egy spontán része. Tehát nem csak kirendelt tömeg volt. Ezt onnan is lehet tudni például, hogy emberek, ugye ez a nyári időszak, rövidgatyába, trikóba, papucsba. Tehát spontán odaverődtek, leszaladtak a házból. Igen. Tehát szerintem ezt is egyébként valamikor fel kellene dolgozni alaposabban, ezt a miskolci Kádár látogatást, mert volt jelentőség az utódlás szempontjából is, meg az, hogy azt gondolom, hogy az ilyen típusú dolgok adtak energiát Kádárnak még a 80-as évekre. Már csak azért is érdemes lenne feldolgozni, mert ugye Turgusz Dávid történész a Horthy kultusszal foglalkozik, Apor Balázs a Rákosi kultusszal, itt azért a Kádár kultuszból villam meg valami, mert ugye őróla az a kép él,
utólag is a magyar társadalomban, hogy milyen puritán vezető volt, és valóban ő ezt a képet alakította ki magáról, de hát erről az eseménysorról, amit most elmondtál, szól egy könyvfejezet is, Gyurkó Lászlónak van Kádár János 70. születésnapjára időzített életrajzi kötete, és az ezzel a mozzanattal zárul. Azt hiszem, hogy nem is nevezi meg, hogy Miskolcról van szó, de hát ki lehet találni azért, hogy miről beszélünk, és miközben ugye arról az az állítás, hogy Kádár János mennyire szerény, és hát valóban nincsenek kint a képei a falakon, de hát azért itt mégiscsak egy ilyen ünneplő tömeg van jelen, és fontosnak tartják, hogy a 70. születésnapjára időzített könyv az ezzel a jelenettel záruljon, hogy ő ennyire népszerű vezető, tehát valamiféle rejtettebb kultuszépítés mégiscsak jelen volt. Itt. Igen, Majtényi György kiváló történésznek vannak azért erről a munkái, tehát valamit azért nyilván így a Kádár kultuszról is lehet tudni. Azt gondolom, hogy ezt az eseményt valóban érdemes egy picit így körbejárni még adott esetben majd, mert volt jelentősége Grósz Kádár viszonyában is, tehát ott volt egy fordulat. Tehát 81-től egyre komolyabban vette Grósz Károlyt. És Kádár egy politikai irányzat szerint gondolkodott lehetséges utódban vajon, vagy ő egy karaktert keresett, egy vezetői karaktert keresett. Ezt azért is kérdezem, mert ugye, amikor van egy ilyen egypárti, autoriter vezetés, akkor mindig vannak olyan verziók, hogy majd a vezetésen belüli, vagy hát találgatások persze ezek is, hogy majd a vezetésen belüli repedések fognak annyira kitágulni, hogy az hatalomváltáshoz vezet. És ugye megint csak a mából visszatekintve annyira egyértelműnek tűnik, hogy hát mást képviselt Pozsgai Imre, mást képviselt Grósz Károly, mást képviselt Acél György, mint Berecz János, de ez akkor is ennyire egyértelmű volt? Szerintem a 80-as évek első felében nem. Grósszal szemben volt egy ellenőrzés, egy nagyon komoly ellenőrzés. Például Acél György részéről. Acéllal ők ismerik egymást a 40-es évek második felétől. Tehát a 40-es évek második felét. Tehát Acél az ugye megyei első titkár, amikor Grósz Károly rendkívül fiatal politikai aktivista. Onnan ismerik egymást. Azt lehet feltételezni, hogy a karrierének az elindításában is Acél segítkezett. De utána több ellentét is volt közöttük, és a 60-as évek közepétől kezdve nagyon feszülté válik a kapcsolatuk. De hogy ilyen apparátsiknak tartotta a Grószt Acél, vagy milyen típusú ellentét volt itt? Acél egy bonyolult személyiség volt, Grósz pedig egy egyszerű, és olyan értelemben egyszerű, tehát most én azt gondolom, hogy alapvetően okos figura volt, egy gyors észjárású, jó kommunikátor volt Grósz, de egyszerű lélek volt. És neki nem biztos, hogy bejött Acélnak ez a manipulatív, sok szólamon zenélni megközelítés. Acélnak pedig irritáló volt ennek a munkás kádernek az ilyen értelemben egyszerűsége. Tehát azt gondolom, hogy személyiségbeli különbség is volt közöttük, meg volt politikai konfliktus is sejtéseink szerint a 60-as évektől kezdve, és hát lényegében 88-ig közöttük feszültség van. Tehát amikor 87-ben Kádár eldönti, hogy Grósz legyen a miniszterelnök, Acél mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Még a moszkvai kapcsolatait is felhasználja Acél György, hogy ezt megpróbálja megakadályozni. Acél talán ekkor nincs a hatalma csúcsán. Nincs, tehát ő tehát is. Nincs is módja ezt megakadályozni. Nincs is ilyen értelemben hivatalos pozíciója, de azért nagyon befolyásos. Azért még 1987-ben Acél, de nem sikerült. Tehát hiába Kádár János bizalmasa, mert ekkor is Kádár János bizalmasa, nem tudja ezt megakadályozni. Utána a későbbiekben a 88-as májusi párt értekezlet környékén jobbá válik a kapcsolatuk Acélnak és Grósznak, utána ez megint megromlik, amikor viszont Acél beteg 89 nyarának, akkor például Grósz meglátogatja a kórházban. Tehát ez egy nagyon hektikus kapcsolat. Az már talán a kitaszította közötti kibékülés lehetett. Részben igen, meg ott Acélnak állítólag volt egy olyan mondása, hogy ugye részben félreismerte Grósz Károlyt. Hogy ez most így volt, nem így volt, ezt nem tudjuk. Grósztól származik ez az információ. A későbbiekben, azért a 90-es évek elején Acélnak van egy-két olyan interjúja, ami nem arról szól, hogy Grószt védené, tehát továbbra is viszi ezt a fajta grószellenes narratívát, ami szerintem egyébként azért rendkívül izgalmas,
mert sokan dolgoztak a Grósz ellenes narratíván, Posga is, meg a cél is, két rendkívül különböző megközelítés, és természetesen szó nincs ilyen, hogy Grósz Károlyt rehabilitálni kellene, hiszen nagyon komoly hibákat, bizonyos szempontból történelmi bűneket is elkövetett, de azt hiszem, hogy mind a cél, mind Posgai tudatosan formált egy olyan narratívát, ahol Grósz egy ilyen bűnbakként, egy ilyen fekete-sötét figuraként jelenjen meg, és hát a történelmi imázs, meg a történelmi gondolkodás az már csak ilyen, hogy dolgoztak rajta különböző nézőpontú politikusok, de valahogy ez a narratíva mégis átment így történelmi szempontból. Ez, ahogy mondod, ez azért is érdekes, mert Acél és Posga is sem állhatták egymást, talán már a 70-es évek végétől fogva. Igen. Hogyan készül Grósz erre a bizonyos pártértekezletre? Tehát rendben van, kiválasztódik ő valamiként a 80-as évek elejétől, Kádár tereli az útját, Borsodból elviszi Budapestre pártitkárnak, onnan lesz a miniszterelnöki széknek a várományosa, illetve elfoglalja ezt 87 júniusában, és akkor van egy ilyen tandem tulajdonképpen a következő pártértekezletig, és Kádár, értem, hogy ő nem akarja, hogy legyen pártértekezlet, és kénytelen erre mégis ráfordulni, de mi van Grósszal ebből a szempontból, amikor kiderül az, hogy itt most lesz valamiféle választás a párton belül, akkor Grósz mikor kezd el úgy készülni, hogy ez a választás ez arról fog szólni, hogy ő lesz az ország első számú vezetője, és kik ebben az ő szövetségesei, hogyan próbálja alakítani azt a politikai környezetet, amiben neki itt mozogni kell. Hát nehéz dolga van egyrészt miniszterelnök. Tehát hogy jutunk el addig, amíg remegő hangon azt mondja a főnökének, hogy távoznia kell? Amikor miniszterelnök lesz, akkor az ország egyébként majdnem államcsődben van. Tehát ott van egy-két hónap, amikor... Ez gyakori volt akkoriban, mert hát 81-ben is ugye a valuta alap belépés emiatt történt. Igen, tehát van olyan információnk, tehát konkrétan egy kormányülés jegyzőkönyve, amikor azt mondja Grósz Károly, hogy órákra vannak a csőttől, órákra, és hogy borzasztóan nehéz a gazdasági helyzet. Ez valamikor egyébként 87 decemberére egy picit jobbá válik. Tehát Grószban lehet egy olyan, hogy a gazdasági válságnak felszínen a nagy problémáit megoldotta. Nyilván nem volt buta ember, pontosan tudta, hogy ez csak a felszín. 88 elejétől lehet azt sejteni, hogy azért Grószban van valamiféle ambíció. Én nem gondolom azt, hogy kifejezetten a főtitkári posztra tört. Eleve a miniszterelnöki feladat is bőven elég volt. Ugyanakkor azt viszont hangoztatta is, meg utólag is arról beszél, hogy úgy gondolta, hogy váltani kell. Tehát 88 elején Grószban ez kialakul, változtatásra van szükség. Tehát új főtitkára van szükség, és vannak arra utaló információk, hogy ő egyébként azt szerette volna, hogy Berecz János legyen. Tehát, hogy Berecz János lett volna a főtitkár, ő megmaradt volna miniszterelnöknek, amellett tört egyértelműen láncsát, hogy változtatni kell. Az egy dolog, hogy Berecz János nem akarta Kádár János, tehát itt azért sok-sok tényező van ebben a történetben, meg hogy Kádár azért ragaszkodott. Váltani nem akarta, vagy azt nem akarta Berecz, hogy Kádár maradjon? Tehát Kádár János nem szerette volna, hogy Berecz János legyen. Kádár nem akarta Berecet. Ja, bocsánat, akkor, lehet, hogy akkor ez nem volt teljesen érthető. Tehát a Grószféle koncepcióban volt egy ilyen lehetőség, hogy akkor megy tovább a tandem, de Kádár János kiesik, és mellé, mint miniszterelnök mellé, oda jön főtitkárként Berecz. De azért mások az erőviszonyok nyilván. Igen, és a 70-es években ők kifejezetten barátok voltak, ugye a pártaparátusban, osztályvezető Grósz is, meg Berecz is, tehát egyébként ez hatalomtechnikai szempontból nem lett volna egy működésképtelen verzió, de Kádár erről hallani is akar. Tehát Berecz János iránt a bizalom nem volt meg már ebben az időszakban. Hogyan készült Grósz? Azzal nyilvánvaló, hogy egy idő után szembesült, hogy a pártaparátuson belül neki van a legnagyobb tekintélye, meg ő a legnépszerűbb. Fölmerülhetett volna, és teljesen racionális megközelítés lett volna adott esetben Nyers Rezső személye is, de végül is az apparátusi önmozgás is benne van ebben a történetben, és az akkoriban az apparátus az grószista volt. Tehát Grósz részéről hitték el
hogy lehet változás. Tehát Grossban látták azt a figurát, aki képes valamilyen szinten új energiákat adni a rendszernek, és hát ugye van egy posgai Gross találkozó a párt értekezlet előtt jó pár héttel, amikor posgai elmondás alapján már viszonylag egyértelmű, hogy Gross úgy áll ehhez a dologhoz, hogy ha ez kell a változáshoz, akkor ő elvállalja a főtitkári posztot. Én személyesen tényleg elhiszem ezt, hogy nem erről szólt a történet, hogy Grósz Károly mindent elsőpről módon főtitkár akart lenni. Tehát tudta, hogy változás jön, valahogyan ez majd kialakul, és tulajdonképpen rugalmas volt abban, hogy ennek mi legyen a lejátszása. Nincsen sajnos sok időnk hátra, de két dolgot még szeretnék veled megbeszélni. Az egyik az, hogy szóval mi nem sikerült Grósz Károlynak akkor, amikor hatalomra került? Ahogy írod, és most is mondtad, hogy ő egy jó kommunikátornak számított abban az időben, tudta mozgatni az apparátust, elfoglalta a kulcspozíciókat az államigazgatásban is, és a pártvezetésben, minden a rendelkezésére állt, és nyilván úgy tervezte, hát a legmeghökkentőbb az volt egyébként talán a könyvedben, hogy azt írtad, hogy tulajdonképpen ő meg az ezredfordulóig tervezett, ahogy Kádár János 90-ig, ő meg úgy ellátott még egy olyan 10-12 évre. Szóval itt van ez a tapasztalt, nem képesség nélküli politikus, és a hatalma összeomlik tulajdonképpen egy év leforgása alatt, praktikusan legalábbis, hát nem beszéltél a pozícióit még egy év után, de lényegében egy bukott emberé válik. Miért? Sok-sok tényező. Azt hiszem, hogy nem érezte meg azt, hogy szükség van értelmiségi háttérre is. Nagyon sok tényező van, és ez most lehet, hogy hát meglepő, hogy... Hát ezt az utolsó közt említettem volna, igen, éppen ezért. Ezért is gondoltam, hogy érdemes ezzel kezdeni. Volt a fejében egy elképzelés, hogy áll ő a politikához. És valóban változásokat akart. Tényleg reformer volt. Tényleg modernizálni akart az országot. Voltak elképzelései, de ez nem állt össze egy politikai stratégiává. Nem volt neki egy kutatóközpontja. Nem voltak ilyen értelemben tanácsadói. Most nem akarok konkrét példákat mondani, hogy mi nem volt neki, de nem voltak meg ezek a think tankek. Tehát ez kellett volna. Hogyha ez megvan, akkor egyébként adott esetben Grósz Károly úgy kerülhetett volna be a történelembe, mint az a fajta reformkommunista, aki a rendszerváltozásnak megágyaz. Tehát ha tetszik, olyan típusú karakter lehetett volna belőle, mint Németh Miklós. De mivel... Én mondjuk inkább Teng Xiaopingre gondoltam. Egy olyan reformer politikus, aki egy koncepcióval veszi át az országot, és valahonnan valahová akarja eljutatni. Igen. Mert én azt gondolom, hogy volt a fejében elképzelés, de hát ugye tudjuk azt, hogy ez egy dolog, hogy a politikusnak a fejében vannak elképzelések. Ahhoz nagyon sok szakpolitika kell. Ahhoz nagyon sok kommunikációs panel kell. Tehát Grósz például nem találta meg a kommunikációs paneljeit sem. Tehát ilyen szempont, volt körülötte ember, hát ugye a pártaparátus körülötte volt, de nem volt meg ez a fajta értelmiségi, tanácsadói, politikai garnitúra, amely szükséges lett volna. Ez az egyik nagyon fontos oka szerintem, hogy megbukott az a fajta kísérlet, és utána viszont Németh Miklósnak, akit Grósz Károly választott ki miniszterelnöknek, végülis ez a fajta kísérlete sikeres volt, hiszen Németh Miklósnak a tekintélye az vitathatatlan a rendszerváltozás szempontjából. Grósz Károlynak a történeti imázsa, ahogy beszéltünk erről, az pedig meglehetősen rossz. Politikai kommunikáció ügyében, ahogy mondtad, hát ő egy kommunikátor volt, de hát itt voltak olyan kudarcok, elsősorban az aradi látogatás, találkozás Ceausescu-val, de talán más is, a Fehér Terrorról is beszéd is. Igen. Talán miért szaladt bele ezekbe egy olyan ember, aki tudta, hogy kell használni a médiát? A politikában, meg a történelemben sokat láthatjuk azt, hogy vannak jó képességű emberek, akik bizonyos képességeket képesek uralni, de önhitté válnak. És ez a bukásunknak az okozója lehet. Ez a műsornak szerintem a mottoja lesz. Hiszen tényleg jó kommunikátor volt Grósz, és elhitte azt, hogy például ő, mint jó kommunikátor, majd meg tudja szelídíteni Ceausescut. Elmegy, és majd egy jó dumával, egy határozott fellépéssel megváltoztatja Ceausescut. Ez az ő hitség. Tehát nyilvánvaló, hogy Ceausescut nem lehetett egy jó kommunikációs hozzáállással megváltoztatni. Vagy a fehér terroros beszéd. Volt a fejében egy elképzelés, ami arról szólt volna, hogy föl kell rázni a társadalmat, meg magát a párt apparátust is, azt akarta üzenni, hogy
emberek, jön a kapitalizmus, és az kemény lesz. És arra föl kell készülni. Lényegében ezt akarta mondani, ehhez képest mindenféle őrültséget mondott. Mert felkészülés nélkül ment oda, tehát nem volt megírt beszéd, megint csak az, hogy nem volt egy olyan típusú tanácsadó csapata, akivel pontról pontra megbeszélje a dolgokat, és ez a fehér teros panel, ez ott jött neki közbe. Ez nem volt kitalálva, hanem egyszerűen valahogy így belelendült. Megint csak az önhittség. Jó kommunikátor volt, azt hitte, hogy ő annyira jó kommunikátor, hogy majd ő ott, a saját tömegével, majd együtt valamiféle szellemiséget meg tud alkotni. De közben ez azért nem csak kommunikációs hiba volt, mert szintén olvasgatván ezeket a bizonyos központi bizottsági jegyzőkönyveket, vagy hát akkor már tulajdonképpen az akkor megjelenő lapokat is említhetjük. Hát 88 novemberében van ez a bizonyos fehér terror visszatérésével fenyegető beszéde Grósz Károlynak. Az én olvasatomban ez arról szól elsősorban, hogy a pártnak, és személyesen neki, mint pártfőtitkárnak kell kontrollálnia itt egy átmenetet, tehát nincs szó rendszerváltásról, meg kell őrizni ezt az ellenőrzést az események fölött, de hát akkor már magának a pártnak a vezető szerveiben arról beszélnek, hogy a több pártrendszer az itt van. Nyers Rezső mond olyan mondatokat, hogy hát ez nem elismerés, hanem tudomásul, vagy nem engedélyezés, hanem tudomásul vétele kérdése. Tudomásul vétel kérdése lesz ez, tehát hogy amikor kimondja ezeket a mondatokat Grósz, akkor talán nem csak elszalad vele a ló, tehát ez nem csak egy rossz kommunikációs panel, hanem nincsen rajta az eseményeken, megelőzik őt az események. Igen, tehát tény, hogy a gyors észjárása is kicsit cserben hagyja. Én a kommunikációt továbbra is egy fontos negatívumnak tartom ilyen tekintetben, hogy olyan nincs, hogy egy vezető politikus ott dob be egy fogalmat. Tehát ez manapság ugye elképzelhetetlen, hogy valaki csak ott, hogy hirtelen megittasodik a tömegtől, és akkor bedob egy elképzelést. Alapvetően Grósz Károly nem ellenezte a több pártrendszert. Ugye 1956-ban is, mint ideiglenes borsodi első titkár egyébként a koalíciós pártokkal tárgyalt, és elismerte is a későbbiekben. Ez volt az egyik vád vele szembe, hogy adott volna át vagyont is a szocdemeknek, a kisgazdáknak. Tehát alapvetően Grósz fejében volt egy elképzelés, hogy több pártrendszer keretei között kell működni. Tehát ezért is gondolom azt, hogy valóban reformer volt, csak nem állt össze ez a fajta elképzelés. A fehér teros beszéd kapcsán még egy gondolat. Elmondta ezt a szörnyű beszédet, ezt az őrültséget. És onnantól kezdve, hát nem volt menekvés, ettől az imázselemtől már nem tudott szabadulni. Nem sokkal később, 11-néhány nappal később itt van Szegeden. Itt mond egy beszédet, és érződik a szövegen, hogy megpróbálja visszaszedni a fehér teros beszédnek a durva paneljeit. De arra már senki nem emlékszik. Ha most megkérdeznénk az embereket, hogy emlékeznek-e Grósz Károly fehér terosba, emlékeznének, és ezért is utálják, meg ezért is rossz az imázsa Grósz Károlynak. Amikor átgondolt és megpróbálta visszaszívni, meg kicsit púderezni, meg újra pozícionálni, arra nem emlékszik senki. Tehát jó magam történészként megnéztem ezt a forrást, mert meg kellett, amikor Grósz Károly életével foglalkoztam, de ezt elfelejtették az emberek, sőt, akkor sem hatott. Mert annyira erősen beleégett az embereknek a fejébe, a gondolataiba a fehér terror, mint panel, hogy azt már nem lehetett kijutni. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagy tanulság, hogy ha egy politikus a nyilvánosság előtt kimond egy fogalmat, azt nagyon nehéz visszaszedni, és ez nagyon nehéz volt visszaszedni 1988-ban is. Miért nem lett belőle, kicsit a másik oldalról kérdezem őt, miért nem lett belőle egy Milosevic, vagy egy Iliescu, tehát egy olyan pártvezető, akinek a karrierje az állampárthoz kötődik, és egy nacionalista fordulattal, vagy tetszőleges bármilyen fordulattal, egy saját, kicsit más típusú autoritár rezsimet épít ki, és ezzel stabilizálja a hatalmát. Neki ez ereje nem volt, ambíciója nem volt ilyet végrehajtani, vagy annyira elvesztette a kontrollt az események felett, hogy igazából nem is állt rendelkezésre ilyen választási lehetőség. Hát mind Iliescu, mind Milosevic. Bizonyos értelemben elismerésként mondom, hogy nem valósította ezt meg, de ha megkérdeztem azt, hogy Kádár miért nem maradt hatalma 88 májusát követően, akkor talán ez is érdekes, hogy miért nem ebbe az irányba mentek. Legitim jó kérdés. Grósz nem volt nacionalista. Sőt, szerintem a nemzeti érzés sem jelentett számára annyira fontos kategóriát.
Nem gondolom azt, hogy Milosevic meg Iliescu nagy hazafiak lettek volna, de ők a nacionalizmust egyszer meg tudták lovagolni, és gátlástalanul használták ezt az eszközt. Grósz idegenkedett ettől. Tehát ilyen szempontból hitta a kádári internacionalista hozzáállásban, tehát ő Aradon is ezért hibázott, mert nem ismerte föl azt a fajta társadalmi, jogos társadalmi igényt, hogy a magyar társadalom elvárja azt, hogy a magyar kormány az valamilyen szinten lépjen föl a határon túli magyarok védelmére. Ezt Grósz nem érezte meg. Tehát teljesen hiányzott a gondolkodásából ez a fajta hozzáállás. Tehát, és azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ez a karakter ez összeálljon, tehát a milosevicsi Iliescu-i karakter, a nacionalizmus az egy olyan adalékanyag volt, amit ha kivonunk ebből, akkor ez nem működik. Másrészt meg valószínűleg, tehát megvolt a gátlástalanság Grósz Károlyban, hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy 88. június 16-án azért ő vereti szét a Nagy Imre párti tüntetést a Szabadságtéren. De mondjuk ez volt a legerőszakosabb fellépése. Lehet, hogy ennél erőteljesebb fellépést tényleg nem akart. Nem is történt meg, a visszaemlékezés arról szólnak, hogy ő nem akart karhatalmi erőszakot alkalmazni. Posgainak ugye a különböző visszaemlékezésében ez állandóan előjön, meg a történeti gondolkodásban is benne van, hogy Grósz erőszakot alkalmazott volna. Nem találunk erre semmilyen forrást. Más történész kollégákkal is egyeztetve semmiféle erre utaló dokumentum nincs, hogy Grósz Károly erőszakot alkalmazott volna, mind Iliescunál, de főleg Milosevicnél, ott pedig ugye a nacionalizmus plusz az erőszak. Grósz nem akart intenzív erőszakot, plusz nem volt nacionalista, ezért azt hiszem, hogy nem tudott összeállni ez a képlet. Akkor talán az a tanulság, hogy az önhítségének is voltak határai, és ez megóvta néhány sokkal rosszabb dologtól Magyarországon. Igen, azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, hogy ezt. A Grósz Károly nagyon rossz lett volna Milosevicként. Köszönöm szépen a beszélgetést Meggyesi Konstantinnak, és köszönöm a nézőknek is, hogy figyeltek ránk. Ennyi fért mai adásunkba. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt az értesítésekért új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb 2 hét múlva jövök, akkor Szikszai Rémus színész rendező lesz a vendégem. Addig is ne feledjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással. Köszönöm a figyelmet.